Sziasztok! Pár percet szeretnék megkérni, mondjuk egy másfalat, és tudunk kezdeni. Látom, szépen gyűlünk már. Fél perces kezdünk. Jó. Sikerült nekem is mindent beállítanom. Időben is vagyunk, úgyhogy vágjunk bele a történetbe. Üdvözlök mindenkit, Vimmis Bence vagyok, a BioCity csapatának a tagja, és egy általányadó webináriumra regisztráltatok, és azt is fogok nektek most tartani. Az általányadó kurzusunk alapvetően azoknak való, akik még nem ismerik, vagy már akár ismerik, de meg szeretnék nézni, hogy mégis konkrétan mire jó az általányadó modul a BioCity-n belül, milyen általányadózókat, milyen körülmények között, milyen funkcionalitás mellett lehet vele kezelni a mi rendszerünkben, és hogy ez mennyire teljes, hogy erről lesz szó. Több részre van bontva az előadás, azért nézek balra, mert ott van nekem a kis súgom. Lesz egy ilyen kis beállításokkal foglalkozó rész, az első regisztrációk, amiket meg kell csinálni egy általánydózónál. Van egy kiegyenlítéshez kapcsolható rész, egy folyamatkövetéshez kapcsolódó. Utána pedig a végén fogom elmondani a csomagokkal kapcsolatos információkat, hogyan lehet előfizetni, stb. És a legvégén megválaszolom a feltett kérdéseket is. Ezzel kapcsolatban szeretnék annyit mondani, hogy a bármilyen kérdésetek van az előadás közben, akkor a Q&A, Q és A betű kérdések és válaszok menüpontban tudtok tőlem kérdezni. Zoomon belül ott van az a kis tálca, és ott van a Q&A. Oda írjátok be nyugodtan a kérdéseket, mindent megválaszolok az előadás végén. Szerintem kezdjünk is bele. Ahogy mondtam, az előfizetést a végére tettem az előadásnak, de egyébként logikai szempontból az előfizetés az a legelső lépés, amit megcsinálok egy vállalkozónál. Akkor beregisztráljátok az egyéni vállalkozókat a BioCity-be. Akkor az első dolog, amit kell neki csinálni, az a starter és átányadó kiegészítő előfizetésnek a megvásárlása, előfizetése. De ezzel a végén fogunk majd foglalkozni, úgyhogy feltételezzük, hogy ezt már megcsináltuk a rendszerbe, utána mivel kell foglalkoznunk, azt vesszük most sorra. És még egyetlen egy dolgot ellenőrzök, miatt elkezdjük. Remek. Lesznek majd ilyen kis apró kérdések. Hogyha erre válaszoltok majd nekem, akkor nagyon hálás leszek. Jó. Nem kezdem Ádámtól és Évától a BioCity-nek a használatát. Hogyha valaki esetleg nem ismeri még a rendszerünket, akkor mindenképpen javaslom neki, hogy jöjjön el a kezdő webináriumra. Pont a jövő héten lesz tartva, egy havi egyszer tartunk kezdő webináriumot, úgyhogy ott megismerti az alapokat. Ettől függetlenül azért annyit elmondok, hogy új céget beregisztrálni, ugye itt a házikó ikon mellett lehet, akik már ismerik a rendszert, azoknak ez nem nagy újdonság az új hozzáadásával. Tudok felvenni új vállalkozást, tehát új egyéni vállalkozást is tudok felvenni, most nem hozok létre magamnak egy új egyéni vállalkozást. Van már nekem éppen elég így is a teszt előfizetési rendszeremben. Jó.
Hogyha kell, hozzáadom az egyéni vállalkozásokat, utána ezekre az egyéni vállalkozókkal mit kell kezdenem? Hát az első dolgom az lesz, hogy az általános beállításokban bemegyek, beállítások, általános beállításokon belül, és itt kitöltöm az egyértelmű adatokat, ami ebben az egészben problémát okozhat, ez a pénzügyi beállításoknak a használata. Itt látszik, hogy van ilyen szerkesztő meg változások nézet, amíg még nincsen semmilyen verzióm létrehozva az egyéni vállalkozóból, akkor egyetlen egy dolgot tudok csinálni, akkor egy ilyen kis új időszak gomb lesz itt. A lényeg, hogy meg kell nyomnom azt a kis új időszakot, és utána tudok majd dolgozni a nézetben. Most itt a szerkesztésre fogok nyomni, és hogyha szerkesztem pénzügyi beállítás adatokat, az azt jelenti, hogy hozzá tudok férni ezekhez. Ja, van vállalkozás típusa, áfa státusz, nem megyünk végig az összesen. Miért van ezekre az adatokra szükség? Az egyik része, ez az alsó rész kvázi a kalkulátorhoz szükséges, a felső részen pedig az 58-as bevallásnak a kitöltéséhez, hogy ott már külön ne kelljen belenyúlnom a bevallásba, mivel ez az átadó modul egészen a kiegyenlítésektől és az alapbeállításoktól az 58-asig elkíséri az egyéni vállalkozót. Ott tartottuk, hogy rányomok a szerkesztésre, kitöltöm az adatokat. Főállás, szakképzettség, költségárnyalat, HIPA. Majd rányomok a mentésre, és itt kér tőlem egy dátumot, hogy mikortól szeretném, hogy ez az időszak érvényes legyen. És akkor azt mondom, hogy mondjuk ez a legtöbb egyéni vállalat, vagy hát általánydózó szeptember 1-én lett SZIA köteles átlánydózó egyéni vállalkozó, a mentés rányomva meg tudom változtatni ezt a dátumot. Most mi történt, vagy mit látunk a képernyőn értelmezve? Azt látom, hogy ez a vállalkozás 2022.09.01 óta átlánydózó, és ezek az adatok igazak rá. Mondjuk azt, hogy az egyéni vállalkozó átment főállásból mellékállásba. Mit tudok ilyenkor csinálni? Beállítom egy mellékállású, rányomok az új időszakra, mivel nem erre az időszakra szeretnék menteni, nem rosszul töltöttem ki például szeptember óta bevallásokat, hanem változott az a státusza. És mondjuk azt neki, hogy 29-e van ma, 29-től, 2023-29-től mellékállású vagyok, és ha visszamegyek az előző időszakomra, akkor pedig látszik, hogy főállású vagyok 9. hó 1-től. Ennek köszönhetően ugye különböző verzióim lesznek ugyanabból az egyéni vállalkozóból, így a kalkulátor is jól fog számolni, az 58-ast is helyesen tudom kitölteni. Magyarul minden olyan felmerülő változást le tud követni a BioCity, ami az egyéni vállalkozás életében bekövetkezik. Ahogy mondtam az elején, ez a pénzügyi beállítások ablak így külön működik az általános beállításokon belül, szóval ez attól mentődik el, hogy például itt rányok a szerkesztésre, a mentésre, nyomok még egy mentést, itt ezt elmentettem. Hogyha itt nem nyomok rá a mentésre, akkor ugyanúgy elmentettem ezeket az adatokat. Viszont az összes többi adatom, ami a pénzügyi beállításokon kívül van, az alapadatok, kapcsolat, ügyintéző, bankszámla, azt külön kell mentenem. Úgyhogy ez a pénzügyi beállítások, ez kvázi a beállítások, általános beállításokon belül egy ilyen apró fülként fogható fel. Jó, megcsináltam a legelső lépést, megvagyok az általános beállításokkal. Mit kell ezután megtennem ahhoz, hogy tudjam folytatni az egyéni vállalkozók regisztrációját. Szükségem lesz a kimenő számláira az egyéni vállalkozónak. Hogyha a BioCity-vel számláz az egyéni vállalkozó, amit meg tud tenni, akkor nagyon egyszerű dolgom van, ott vannak a BioCity-vel számlák. Ha nem BioCity-vel számláz az egyéni vállalkozó, akkor is kifejezetten egyszerű dolgom van, mert csak annyit kell csinálni, hogy a NAV kimenő számlaszinkronba megadom a technikai felhasználóinak az adatait, és mi lekérjük bármelyik számlázó programnak a NAV-hoz feltöltött adatszolgáltatásait, és az értékesítés számlák részben jelenítjük meg ezeket. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha valaki például több számlázót használ, akkor a BioCity-ben tudja kezelni ennek a több számlázónak az együttesét, és az általányadózása is rendben lesz, mivel itt lesz minden bevétel.
amire szükség van ehhez. És nyilván ezt a technikai részt most nem magyarázom olyan, hogy ezt hogy kell beállítani, szerintem legtöbben ezzel tisztában vagytok. Kedvezmények, erről lesz szó mindjárt, és a kieső időszakról, mint ilyen alapadatról. Kedvezmények, az rögtön itt van a napkimenő számlaszinkról mellett, általánedú kedvezmények. Ezt most szintén nem magyarázom agyon, teljesen egyértelmű, be kell kapcsolnom az adott kedvezményt, megadnom, hogy mikortól, meddig érvényes, és el kell mentenem. Ugye ezek az különböző SZIA és járulék plusz szocó kedvezmények, amik előfordulhatnak, azok itt vannak. Természetesen 2023-as adatoknak megfelelően itt van már például a 30 év alatti anyák kedvezménye is. Rendben, úgyhogy eddig hol tartunk? Beállításokba voltunk, voltunk általános beállításokba, beállítottuk az alapadatokat, voltunk a napkimenő számlaszinkronba, beállítottuk a napkimenő számlaszinkron. Voltunk az általányadó kedvezményeknél, beállítottuk a kedvezményeinket. Még van egy olyan paraméter, ami meghatározza az adott egyéni vállalkozásnak az adózását, vagy főállású, ez pedig a kieső időszakok, tehát szünetelés és egyebek. Új kieső időszakot itt, az új kieső időszak gombát tudok felvenni, és ahogy láttátok, a pénzügyeken belül érhető el. Szünetelés oka, itt van az összes ok, ami az 58-as bevallásban megtalálható. Táppénz, gyed, tralala, ugye egyik legnépszerűbb az a 51-es vállalkozás szüneteltetése. Ezek a kódok azért vannak itt, mivel az 58-as bevallásban ez a kód jelöli, hogy milyen szüneteltetésről van szó, ezért úgy láttuk a legegyértelműbbnek, hogyha itt van a kód, és mellette, hogy mégis mi történik a vállalkozóval. Például, hogyha én szünetelek, akkor ezt nyomom, beállítom az időszak kezdetét és időszak végét. Hogyha bármilyen szünetelést itt kell beállítanom, amit kvázi sima szünetelésként tudok most így nevezni, a rendszer tudja, hogy mikor kell ezt feltüntetni az 58-ason, és mikor van az, hogy nem kell egyáltalán 58-ast ugye készíteni emiatt. Rendben. És most igazából elérkeztük ahhoz a részhez, ahol minden beállítás klappol ahhoz, hogy az egyéni vállalkozónak ki tudjuk állítani az 58-as bevallását, és minden alapadata ott van ahhoz, hogy a kalkulátor megfelelően tudjon számolni. Mire van még szükségem? Bevételekre, ugye, amiről már beszéltünk, hogy van a NAV kimenő számlaszinkron, meg egyebek, hogyha BioCity-vel számlasz például, hogyan tudok bevételt varázsolni a rendszerembe, ez az értékesítésre kell majd mennünk, de előtte van egy kérdésem, ahogy ígértem. Felugrott most nektek, elmehetek a képernyőn egy kis ablak a Zoomon. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy válasszatok egyet a megjelenő opciók közül. A kérdés pedig az, hogy mi a legnagyobb kihívás az általányadós vállalkozók könyvelése során. Ugyan fél percet szoktam itt várni, egyet maximum a szavazásnál. Mindenki megteszi a voksát, és utána mindjárt megmutatom, hogy mit gondoltok ti erről a kérdésről. Jó. Nos, egy perce van kint, úgyhogy akkor leállítom. Köszönöm szépen mindenkinek, aki szavazott. És most mégis osztom veletek az eredményeket, és akkor együtt tudjuk nézni. Az időben végezni a bevallásokról az senkinek sem jelent nagyobb problémát. A legnehezebb feladat az a megfelelő árazást találni a könyvelési szolgáltatásra. Másik, ami 44%-ot kapott az 56 mellett, a minden információt időben beszerezni a vállalkozótól a könyveléshez. Mind a kettő problémában tud egyébként segíteni a BioCity, a megfelelő árazást találni a könyveléshez, abban ugye közvetetten tud segíteni. Egy ilyen szoftveres alkalmazásnak a használata nagy mértékben tudja növelni a hatékonyságot, mint például a BioCity. Nyilván vannak egyéb szoftveres megoldások is, amiket mindegyiket érdemes megnézni, és a ránk legjobban, vagy hát nekünk legjobban szimpatikusat használni.
mert feltételezhetően, sőt, szinte biztos, hogy egyszerűbb így és hatékonyabb így megoldani a problémát, mint hogyha plusz embert kellene felvennem, vagy a jelenlegi munkatársaimnak egy plusz munkakört kelljen adnom. Másik pedig a minden információt időben beszerezni a vállalkozótól a könyveléshez. Ebben is tud segíteni olyan szempontból a BioCity, hogy a BioCity az egy online böngészőből elérhető szoftver, ezért bármilyen vállalkozó hozzá tud férni bárhonnan egy számítógép segítségével ehhez a szoftverhez. Be tudnak lépni, például be tudja jelölni azt, hogy mikor szünetel, a saját számláit ki tudja egyenlíteni, de erről majd folyamatosan beszélünk, ahogy haladunk, hogy mi az, amit a vállalkozó esetleg meg tud csinálni. Jó, rendben, köszönöm szépen. És akkor, ahogy ígértem, a következő részünk, számlák. Ne felejtsük el, ugye ott tartunk, hogy minden be van állítva, már csak azt kéne csinálni, hogy számlázzon a kedves ügyfél, majd ezeket a számlákat ki kellene egyenlíteni, hogy tudja, hogy a BioCity tudja majd, mely számlákkal kell számolni, mint bevétel. Itt látszódik egy számlalista a BioCity-n belül. Ahogy említettem már, a kimenő számlákat egyéb külső szoftverekből is le tudjuk kérni a NavSynchronnak köszönhetően, hogyha valaki BioCity-vel számláz, ez pedig teljesen értem, hogy itt van. Itt vannak a hozzátartozó számlák. Ami fontos, hogy minden egyes számla akárhonnan is érkezett be, ebbe a számlalistába kerül be, és például onnan fogom tudni, hogy honnan jött a számla, hogy ez a kis navikon, hogyha zöld, akkor BioCity számláról beszélünk, ha pedig kék ez a navikon, akkor külső számlázóból érkező számláról van szó. A számláknak a kiegyenlítését hogyan tudom megtenni? Ugye erre több módszer is van. Kezdjük azzal, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy egyáltalán ki tudjam egyenlíteni a számlákat. Ez szükségem lesz itt a pénzügyekben, egy bankszámlára és egy pénztárra, hogyha vannak KP-s számláim is. Miért van ezekre szükség? Azért, mert a BioCity-ben a kiegyenlítések kezelése az mindenképpen kötődik egy bankszámlához vagy egy pénztárhoz, mert ennek köszönhetően lehet utána például egy tranzakciós listát látni, ahol látom, mik azok, amik ki vannak egyenlítve, vagy akár használhatok autóbankot is, ahol, amin keresztül automatikusan jönnek le a tranzakciók a bekötött bankoknál. Hogyha ezt valakit jobban érdekel, akkor gyertek el kérlek a haladó webináriumra, kifejezetten ezzel foglalkozom. Ugye ennél az autóbanknál ugye az lenne a cél, hogy az egyéni vállalkozónak legyen egy minimum egy elkülönített bankszámlája, ahol csak vállalkozásával kapcsolatos kifizetéseket és bevételeket kezeli, mert úgy követhető könnyen a bankszámlán, hogy mi az, ami ki lett egyenlítve, stb. Visszatérve ahhoz, hogy mire van szükség kiegyenlítésekhez, bankszámlára és pénztárra. Mind a kettőt létre kell hoznom. Létre kell hoznom egy új bankszámlát, ki kell töltenem, hogy mi lesz a neve. Ez lehet például a kis cica, teljesen mindegy a név, ami alapján én fel tudom ismerni később a bankszámlát. Maga mondjuk lehet OTP. Számlaszámlál a rendszer sajátosságából fakadóan muszáj kérnünk egy létező számlaszámot. Ha ide valaki beírja mindegyik vállalkozójához a saját számlaszámát, az is tökéletes, ami fontos, még a számlaszámnál IBAN-ban kell megadni a számlaszámot, magyarul kell a 4 jegyű IBAN szám, majd a 3x8 karakteres Giro, és teljesen egybe kell megadni, magyarul mi a minta. Ugye idáig IBAN-ban vagyunk, aztán kezdődik a Giro. Így néz ki egy IBAN számlaszám, ebben a formátumban kell megadni. Ugye ez mindegyik számla kivonata rajta van egyébként. Hogyha a vállalkozónak van valóban számlája, akkor pedig be lehet írni az ő IBAN számát. Ki tudjuk választani a számla pénznemét, nyitó egyenlegét, nyitó dátumát, és el tudjuk menteni az új bankszámlát. Pénztárat könnyebb létrehozni.
hogy csak egy nevet kell adnom, deviza, nyitó vagy ennek, dátum és kész is. Létrehozok egyet, nekem sincsen. Mutatom a tesztpénztáron. Jó, miért csináltam ezeket, hogy számlákat tudja kiegyenlíteni? Visszamegyünk az értékesítés számlák részbe. És nem mondjuk egy olyan számlára, ami még nincs kiegyenlítve, például itt van az 1000 forintos számlám, rá tudok nyomni a fizetésre. Kiválasztok egy dátumot, hogy mikor egyenlítették ki, kiválasztok egy pénzeszközt, hogy honnan fizették ki, beírom, hogy mekkora mértékben fizették ki, és rányomok, hogy rögzítés. Kész, ki van fizetve a számlám. Ez az egyik módszere annak, hogy manuálisan végigmegyek minden egyes számlán, és akkor bejelölöm, hogy mikor fizették ki. Ugye ez az a rész, amit a vállalkozók egyébként is feltételezhetően csinálnak maguknak, hogy nyugodtan meg lehet nekik mondani, hogyha akár külső számlázót használnak, akkor ott akár használhatják az ingyenest is, községbe, a BillCity-be, NavSynchront, és a mi rendszerünkben tudják például jelölni a kifizetéseket, és minden egyebet innen tudnak kezelni. Milyen lehetőségek vannak még a számlák kiegyenlítésére? Kijelölök egy számlát, vagy hát igazából többet lenne célszerű. Ez már egy tömeges kijelölés, kijelöltem kettő darab számlát, akkor van lehetőségem tömeges kiegyenlítésre. Ez azt jelenti, hogy eldöntetem, hogy mindegyik számlát melyik pénzeszközre, és milyen dátummal egyenlítsük ki teljes mértékben, és a számla teljes bruttó összegéig ki lesz egyenlítve ez a számla. Kiegyenlítés dátumánál tudok keltét, fizetési határidőt, vagy egy adott dátumot választani. Mire jó ez? Ha van olyan számla, vannak olyan számlák, mint mondjuk készpénzes számlák, akkor tudok csinálni, mert milyen mutatom, hogyan lehet szűrni a rendszerbe KP-re, csinálok egy KP szűrést, és keltét beírom, hogy aznap ki lettek fizetve a számláknál. Készpénzesek. Tudok fizetni fizetési határidőre, szintén csak mondjuk egy szűrést, egyik partnerem mindig fizetési határidőre fizet, mert úgy van mondjuk megírva a szerződésünk, akkor ez egy lehetőségem. Vagy tudok adott dátumra fizettetni. Ez mikor jó? Ez akkor jó, hogyha a partnerem mondjuk sok számlát állítok ki neki, és ő mindig meghatározott időközönként fizeti ki ezeket a számlákat, és erről mindig körül mondjuk nekem egy Excel-t, vagy bármilyen kimutatást, ezeket fizettem ki megegyezés szerint. És akkor tudom, hogy XY számlaszámtól XY számlaszámig vannak most kifizetve a számláim, azokat ki tudom jelölni, és egy gomnyomással például adott dátumra ki tudom őket egyenlíteni, mert másodikán utalják ezt az adagot. Ha a tömeges számla kifizetés az ilyen általunk feltételezett helyzetekben lehet hasznos, csomó más helyzetben is biztos, hogy hasznos lehet, amire mi nem gondoltunk, ha itt van bármilyen hozzászólásotok, hogy mi az, amire nem gondoltunk, vagy mikor lenne ez még jó, akkor nyugodtan mondjátok majd. Úgyhogy ez a kiegyenlítés, tömeges kiegyenlítés, mi az, ami még fontos itt? Az a számláknak kezelése, a szűrés. Ugyan tudok szűrni? Itt van egy remek részünk, amit szűrőknek hívunk. Rámegyek a szűrőre, kiválasztom mondjuk például a vevő nevét, kezdete. És itt vannak azok a számlák, akiknek a partnere, vagy hát a vevője Taylorra kezdődik. De tudok ilyen szűrést csinálni még, többszörös szűrés, például azt tudom neki mondani, hogy szűrjük meg azokat a számlákat, aminek a teljesítési határideje mondjuk ebben az évben van. Baszra mondtam. Mit akartam? Teljesítés. Mondjuk 42 dátum között. Márciusi. Itt vannak azok a számlák, amik ezek között, a kettő dátum között vannak. Mire jó ez a szűrés? Ugye ezek a vagy hát akár többszörös szűrések arra jók, hogy kiegyenlítéseket jól tudjam kezelni, például egy tömeges kiegyenlítésnél pár gombnyomással tudjam kijelölni a számlákat, vagy arra nagyon jó még nekem,
exportálni tudjam Excelbe a kimenő számláimból, például egy bevételi nyilvántartást, ezt az export gomb megnyomásával tudom megtenni. Letöltődik egy Excel, amiben benne van minden olyan adat, ami a bevételi nyilvántartásnak a kötelező eleme, kivéve egyetlen egy dolgot, az pedig a sorszám, ugye egy bevételi nyilvántartásnak sorszámot kell tartalmaznia. Az igazából annyi, hogy az Excelbe egy plusz oszlopot be kell illeszteni, és oda kell vigyezteni, hogy sorszám. Ettől függetlenül minden egyéb adat, keltétől, partner részletes adatain át a kiegyenlítés dátumáig benne van ebben az Excelben. Úgyhogy most ott tartunk, hogy tudjuk, hogy hogy kell számlákat kiegyenlíteni. Beállítottuk ugye a cég alapadatait, kiegyenlítettük a számlákat, ehhez létrehoztunk pénztárat és bankot. Megtanultuk, hogyan kell tömegesen kiegyenlíteni, és hogyan tudok lekérni egy bevételi nyilvántartást a vállalkozómra. Ami fontos, hogy ahhoz, hogy az exportot meg tudjam csinálni, ki kell jelölnöm azt, hogy mit szeretnék exportálni. Ami még egy hasznos funkció, az is a szűréseknél van egy ilyen összesítő kis táblázat az alján, ahol áfakódokra bontva, összesítve, és a tartozásokat így kvázi csoportosítva, értékelve lehet gyűjteni, hogy melyik tartozásom hány napon túl és mekkora összeg van benne ebben a tartozási státuszban. Úgyhogy van egy ilyen kis összesítő táblázatunk, és van bevételi nyilvántartásunk is. És akkor ezután jönne az, hogy mindent igazából már tudunk, és feltételezzük, hogy elvégeztünk ahhoz, hogy a kalkulátor meg tudja nekem mondani, hogy az egyéni vállalkozónak mennyi adót kell fizetnie, és hogyha ezt tudom, akkor ebből következik az, hogy őt kellene értesíteni, meg be kellene adni az 58-ast. Hamarosan átmegyünk erre, csak felteszek nektek egy újabb kérdést. Ez pedig az ügyfélaktivitásról fog szólni. A kérdésem az az, hogy az ügyfeleid mekkora részét tudnád rávenni legalább a számlák kiegyenlítésének a jelölésére, vagy arra, amiről most beszélgettünk, hogy mondjuk végigmegy egyesével, és megmutatja, hogy melyik számla van kifizetve a BioCity-be, és ezt bejelöli itt a rendszeren belül. Már is kezdtetek szavazni, köszönöm szépen, mindenki tegye meg a voksát. Várom még egy pár másodpercet. Jó, közé teszem akkor az adatokat, és akkor meg tudjuk együtt nézni, meg beszélgetünk róla egy kicsit, vagyis hát én mesélek róla, hogy mit látok. 44% azt mondta, hogy kevesebb, mint a harmadát tudná erre rávenni, 22% rá tudná venni a felét az egyéni vállalkozóinak, és a 33% pedig szinte az összeset. Ez nagyon jó arány szerintem. Mi az, amit itt érdemes kiemelni? Hát azok, akik rá tudnák venni erre szinte az összes ügyfelüket, ők már kvázi nyertek az én szempontomból, sokkal kevesebb munkát kell elvégezniük, egyszer beállítanak mindent a BioCity-be, az ügyfelek jelölik a kiegyenlítéseket, esetleg amikor valamilyen változás van, azt ők mondjuk egy kieső időszakot, vagy egy főállásból mellékállás változás jelölik a BioCity-ben, és ezt leszámítva igazából a BioCity számol helyettük mindent, havi egyszer be kell adniuk a bevallásokat, és az adókat kell közölni az egyéni vállalkozókkal, és készen is vagyunk, úgyhogy ő neki meg könnyebb dolgok van. Aki a felét rá tudta venni, nyilván ott megvannak az eszközök, meg feltételezem, hogy az infrastruktúra ahhoz, hogy a többieket is bevonják ebbe a lehetőségbe. Akinek a kevesebb, mint a harmadát tudja, ott érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen ösztönzési rendszerrel tudom rávenni az egyéni vállalkozókat arra, hogy legalább ezt elvégezzék, vagy ha nem, erre ők nem képesek, mert olyan ügyfélkörön van, akik ennyire nem szeretnének technológiával, weboldalakkal érintkezni, akkor náluk elgondolkozni esetleg azon, hogy milyen plusz díj ellenében nyújtom azt a szolgáltatást, hogy én jelölök mindent, amikor ezt az egyéni vállalkozó is tökéletesen meg tudná tenni. Úgyhogy mi mindenképpen arra buzdítunk mindenkit, hogy vegyétek rá az egyéni vállalkozókat legalább a kiegyenlítéseknek a kezelésére.
jobban bevonódnak az egész folyamatba, jobban magukénak érzik az egyéni vállalkozásokat, és végre talán egy picit lesz olyan érzésük, hogy tisztában vannak azzal, hogy miből jönnek ki azok a számok, amik végül kijönnek adó formájából. Jó, köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat. Közben jött egy gyors kérdés, ezt meg is válaszolnám itt. Előző évi számla idei kifizetését is behozza majd a negyedéves bevallásba? Pontosan, igen. Például, hogyha kiállítottatok egy számlát 2022. december 1-én, és csak most januárban fizették ki, akkor az benne lesz a januári bevallásba. Sőt, azt is tudja a rendszer, hogy csak onnantól számol általányadós bevételként, hogy ti bejelöltek, hogy általányadós lett az egyéni vállalkozó. Tehát azt is tudja, hogy egy ideig katás volt, akkor az katás időszak, és a katás időszak után kiállított számlák lesznek általányadós számlák. Persze, hogyha valakinek volt ilyen időszaka. És akkor most jön, amit én folyamatkövetésként nevezek, most megyünk bele konkrétan ebbe az általányadó modulba, amit a pénzügyek alatt található. Na, értelmezzük, hogy mit látunk. Van egy időszakom, ugye én 2022-től vagyok általányadózó a beállításaim szerint, úgyhogy van erre egy időszakom, itt vannak a havi adóim, bevallásaim, keretem erre az időszakra, stb. Nézzük a 2023-as évet. Itt vannak a kiegyenlítetlen számláim, ez egyébként időszaktól függetlenül mutatja, és ez nincs összekötésben, ez nem csak a 2023-as kiegyenlítetlen számláim, hanem az összes egyébként. Viszont az átadó keretemnél nyilván csak a 2023-as mutatja, hogy itt ott is van a kis 23-as jel. Itt van, hogy mennyit használtam fel belőle, és mennyi a maradékom. Szintúgy alanyimentes keretnét, vagy mennyit használtam fel belőle, és itt van a maradéka a keretnek. És akkor általánydő éves összesítésnél látszik, hogy első negyed évre mekkora bevételem van, és ehhez mekkora adót számol nekem a BioCity. A második, harmadik, negyed évre pedig azért nem hozott most adót, mert ugye beállítottam, hogy mellékállású leszek, úgyhogy onnantól, hogyha nulla a bevételem, akkor nem is kell fizetnem. És itt van egy 58-as bevallás letöltési lehetőségem, ahol már le is tudom tölteni az első negyedéves bevallásomat. Most megy még ki pont ezen a héten pár darab kisebb frissítés az 58-assal kapcsolatban, már letölthetők a negyedéves 58-asok. Arra kérek meg mindenkit, aki ezeket letölti, hogy egy-kettőtől nézzen rá az egyéni vállalkozóknak, hogy minden rendben van-e, teszteljük mi is folyamatosan, ha van bármi hiba, amit találunk, akkor ezt természetesen javítjuk, de alapvetően már teljesen rendben van a 2023-as kalkulátor is. Ha valaki még esetleg 2022-vel szenved, mert hozzájött egy olyan egyéni vállalkozó, aki elfelejtette beadni, azokat is gond nélkül tudja kezelni a BioCity-ben, átmegy az időszakba 2022-re, aztán már tudja is az 58-asokat kiállítani 22-es évre. Ez az ilyen legegyszerűbb, alapvető felület, ahol ezeket az adatokat lehet kezelni. És akkor menjünk egy picit tovább erről a könyvelőirodába, az általányadó részbe. Mivel a könyvelőiroda modulról beszélünk, ezért itt sorakoznak az összes olyan vállalkozásom, ami általányadózást választott a beállításaiban. Magyarul itt, amikor csinálok valamilyen műveletet, az nem csak egy vállalkozásra, amiben éppen állok, hanem az összes vállalkozásomra vonatkozik. A könyvelőiroda nézeten belül, itt van választ, hogy mondtam az általányadózást, ott pedig az 58-as bevallást, itt miket tudok csinálni. Ki tudom jelölni például a partnereimet, és tudok tömeges 58-ast letölteni. Ki tudom jelölni szintén a partnereimet, és tudok adó és járulék fizetési értesítő e-mailt kiküldeni nekik. Magyarul az összes partneremnek jelzem, hogy
adófizetési kötelezettséged van, erre a linkre kattintva be tudsz lépni a BioCity-be, és meg tudod nézni, hogy mennyi adót kell befizetned. Mindjárt megmutatom, hogy hova irányítja őket ez a link, hogyha belépnek. Ilyen adófizetési, nagyon egyszerű táblázatban, ami tök értelmezhető mindenkinek. Szóval ezt is tömegesen ki tudom küldeni a járulékfizetési, adó és járulékfizetési értesítőt, és az 58-as bevallást pedig tömegesen tudom letölteni egy zip file-ba, amit utána, hogyha valaki ezt esetleg nem ismeri, az ANK tud ilyen kötegelt, tömeges műveleteket végezni, akár több száz XML-lel. Magyarul egy gombnyomással le tudom tölteni az összes egyéni vállalkozós XML-emet, és pár gombnyomással fel tudom adni őket az ANK-ba, ahelyett, hogy mindegyiket egyesével kellene. Ennek ugye előfeltétele az, hogy mindegyik vállalkozásomnál, egyéni vállalkozásnál, akinek könyvelek, be legyek regisztrálva, mint képviselője, hogy az ügyfélkapummal be tudja vanni hivatalosan az ő bevallását. Hogyha nincsen regisztrációm, akkor ugye marad a klasszik módszer, egyesével kell beküldözgetni az ügyfélkapukkal a bevallást. Az időszakot ki kell választani, hogy melyik időszakra szeretnék 58-ast és adó és előfizetési értesítőt letölteni, azt itt tudom kiválasztani. Az exportra kattintva pedig, hogyha kijelölök pár darabot, nem bocsánat, az export gomb az automatikusan azt csinálja, hogy abban a negyed évben vagy időszakban beállok, arra vonatkozóan az összes bevallást letölti. Tudom nyilván rendezni ezeket a kis vállalkozóimat, és a műveletekről pedig már beszélgettünk, és akkor menjünk vissza egy picit a könyveli iroda modulból a pénzügyekbe, és a pénzügyeken belül nézzük meg ezt az adó és járulék fizetési kötelezettséget. Itt látszódik táblázatos nézetben, hogy mennyi adót kell fizetnem. Vannak az időszakok, SZIA, TB, SZOCO, ez a legutolsó időszakom. Itt van a fizetési határidőm, hogy meddig kell fizetnem, mennyit kell fizetnem, és milyen időszakra. És ha szeretnék ebből, akkor tudok egy ilyen PDF-t lekérni. És akkor ezen a PDF-en látszik az adózó neve, adószáma, adófizetési kötelezettségek, összesen mennyi adót fizetek ebbe a hónapba, és itt vannak a száma számok, ahova fizetnem kell. Oldalra tekintek, igazából mindent elmondtam, ami a folyamat követéssel kapcsolatban benne van most a rendszerben. Most megnézem a kérdéseket gyorsan, egy-kettő érkezett. Utána beszélünk az előfizetési rendszerről, és arról, hogy milyen fejlesztések várhatók az általányi adózással kapcsolatban a BioCity-n belül. Vannak nagyon közeliek, amik vagy ezen a héten, de legkésőbb jövő hét elején kimennek. Vannak picit távoliabbak, amik akár pár hónapos célok, de mindegyikről fogok beszélni, és akkor nézem a kérdéseket. Csoportos letöltésnél az ANK-ba hova kell menteni a zip file-t, vagy a kicsomagolt fájlokat? Import? Aha, importba be kell tenni. Importba beteszem, ott utána az ANK-ba kell ez a szokásos kör, hogy tömeges műveletek, file beemelés, tömeges ellenőrzés, tömeges aláírás, akkor utána be tudom küldeni. Úgyhogy igen, oda kell elhelyezni őket az importba. Jó, akkor ahogy ígértem, megyünk az előfizetésekre. Hogyha bárkinek van még kérdés, akkor nyugodtan tegye fel a Q&A-ben. Előfizetések. Mire lesz szükségem, hogyha szeretném használni a BioCity általányi adó csomagját? Először is lesz szükségem egy normál csomagos előfizetésre, és lesz szükségem egy kiegészítő előfizetésre. Magyarul kvázi kettő helyen kell előfizetnem ahhoz, hogy tudjam használni az általányi adót. Mivel erre mi általányi adóra egy kiegészítőként tekintünk. Kezdünk a sima csomaggal. Mindenképpen kell rendelkeznem egy fizetős csomaggal ahhoz, hogy általányi adózást tudjak használni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy van ingyenes csomag is a BioCity-ben, de ingyenes csomaggal nem tudom használni az általányi adó modult. Viszont például starter csomaggal, amivel ez a teszt cégem is rendelkezik, ez 1160 forintba kerül havonta, vagy évente 11.600 forintba. Ha ezzel használom a BioCity-t, akkor már
Tökéletesen tudok majd előfizetni kiegészítő átlányadó modulra. Rá kell mennem, hogyha már megvan a starter csomagom, akkor átmegyek ide a kiegészítőkre, előfizetésekre, és itt kell választanom szintén éves vagy havi általányadó modult, ami pedig 1200 forintba kerül. Magyarul a legolcsóbb általányadózós előfizetési csomag, ami kettő előfizetésből áll, az áll egy starterből és egy általányadóból, és ez így összesen együtt 2360 forintba kerül per hó, per cég, per cég. Úgyhogy ez a kettő per van. Úgyhogy 2360 forint egy könyvelt egyéni vállalkozásra havonta. Ha rendelkezek ezzel a kettő előfizetéssel, akkor tökéletesen tudom használni a Vicity általányadó modulját, és mindent elérek majd. Ami nincsen általányadó kiegészítőm, akkor még például a pénzügyekben nem fogom látni az általányadózáshoz köthető részeket, és a beállításokban se tudok például a NAV kimenő számaszinkront és egyebeket bekötni. Jó, előfizetések megvannak, akkor meséljenek egy picit arról, hogy milyen terveink vannak. Jövő héten fog kimenni egy olyan fejlesztés, ami lehetővé teszi azt, hogy egyéb bevételeket is tudja kezelni a Biocity belül, tehát ha valakinek olyan általányadós bevétele van, ami támogatás, vagy bármi egyéb, ami beleszámít az általányadós bevételbe, akkor azt tudom majd rögzíteni a rendszeren belül. Vagy ami nem kötjük be a pénztár, mert még a pénztárgépes szalagoknak a bevétele, pénztárgép bevételek, amik már a NAV online-on fenn vannak, még a Biocity-ben nem tölthetők le, ez benne van a picit hosszabb távú céljaink között. Ettől függetlenül, hogyha rendelkezek ezzel az adattal, akkor például egy havi összesítésként fel tudom vinni, hogy adott hónapban mennyi volt az általányadós bevétele a pénztárgépen keresztül. Ugye ez jövő héten már ki fog menni. A rendszerre, amit nem említettem, számol tökéletesen devizás bevételekkel is, aznapi teljesítésnapi, tehát kiegyenlítésnapi MNBR folyamon számolja az általányadós bevételt, ahogy kell. Ez már most is megvan, ez igazából nem fejlesztés, ez megvan, és amit szeretnénk a jövőben, az egy olyan könyvelő irodában megjelenő nézet, mi összesíti azt, hogy melyik vállalkozónak milyen stádiumban van az általánadózás terén. Ott már szeretnék, hogy látszódjon akár az, hogy már kifizette az adóit, hogyha ezt ő jelzi. Látszódjon, hogy valamilyen nem tud bemenni, például az 58-as, mondjuk egy adathiány miatt, vagy bármi miatt, plusz még meg szeretnék könnyíteni a kommunikációt a Biocity-n belül, amiről most még nem fogok mesélni, de amikor már elkezdjük a új funkcióknak a tesztelését, akkor már tudok majd mesélni róla. Hogy ezek a terveink vannak, és akkor most szeretnék még mindenkit megkérni arra, hogyha bármi kérdés van, akkor most tegye fel, vagy majd e-mailbe tudja nekem feltenni később. A 58-as bevallásokat kérdezik tőlem, hogy hogyan lehet letölteni. Hogyha valakinek itt írta a Timi, itt már régebb óta ismerek az ügyfélszolgálaton keresztül, ő írt be a chatre, hogy valamilyen problémája van az 58-as letöltésnél. Ugye 58-as kettőjén tudok letölteni, az egyik az általányadó, és itt kell letöltenem ezt a fájlt. Ha van valami probléma, akkor nyugodtan ír rám, és megnézzük együtt. Általában valamilyen beállítási probléma szokott lenni, nincs jó időszak beállítva, vagy valami miatt nem tölthető le az 58-as, de egyébként ezek már működnek, ezek az 58-as letöltések, úgyhogy ez valami egyedi probléma lesz. Ha bárkinek valamilyen egyedi problémája van, ami nem működik a rendszerbe, általánydóval kapcsolatban nyugodtan írjon nekem, és megoldjuk. Jó, közben nem érkezett új kérdés, én akkor elkezdem az elköszönő monológom. Ha közben még érkezik kérdés, akkor azt megválaszolom, hogyha nem, akkor pedig köszi, hogy itt voltatok. Van még kell várjatok? Még lehet, hogy van egy szavazásom. Szerintem még van egy. Na, akkor szavazzunk még egyet elköszönésképpen. Ügyfél darab számról szeretnélek kérdezni titeket. Itt most itt vannak, ti hány darab általányadós ügyfelet könyveltek most, és nem azt, hogy mennyit terveztek, meg hogy mennyi volt,
Most hány darab ügyfelet könyveltek, akik itt vagytok? Kb. Ilyen poligók vannak megadó. Szépen gyűlnek a válaszok. Még egy fél percig hagyom, és már nézzük is együtt. Jó, lezárom. Elég egységes lett a szavazás. Elég homogén lett az állományunk. A legtöbben 0 és 15 közötti általánydózót könyveltek, 78% akik most itt vannak. 15 és 40 között van egy versenyzőnk, és 40 és 8 között van még egy versenyzőnk, akik könyvelik a Beale City-ben, vagy hát a, bocsánat, egyéni vállalkozókat könyveltek. Remélhetőleg ezután, az előadás után kipróbáljátok egy-kettővel a Beale City-ben is. Én mindenképpen arra buzdítanálok titeket, hogy próbáljátok ki akár pár vállalkozással, a havi csomagnál nincsen semmilyen elköteleződés, pár ezer forint igazából ki tudjátok próbálni, hogy nektek beválik-e az adott előfizetés, és hogy szeretnétek a jövőben használni a BioCity-t erre a célra. Úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes kipróbálni, hogyha bármi kérdésetek van a használattal kapcsolatban, akkor az info@biocity.hu-n elérhető vagyok. Ezt beírom ide. Hogyha esetleg valaki nem is az e-mail címünket. Beírtam a chatra e-mail címet, és közben még jött egy kérdés, amit akkor megválaszolok. Az, hogy mit jelent az álló grafikonon a piros és a zöld mező, az a bevétel és az adó. És bocsánat, a jövedelem és az adó, mert az egész oszlopot bevételnek tekinti, és ebből van egy adó rész, és van egy jövedelem rész, minden, ami nem adó, azt a bevételből jövedelemként tekint rá, de ez nem az a jövedelem, ami az általányadózás szerinti jövedelem, szóval ilyen szempontból egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ügyfél szempontból tekintünk erre a grafikonra, nem könyvelési szempontból, mert ugye tudjuk, hogy általányadózásnál jövedelmem az a költség, hányadom után levont költségem, bocsánat, újrakezdem, a bevételből levonom a költséghányadónak megfelelő költségemet, és azután megkapom a jövedelmemet, például 40%-os költséghányadnál a bevételem 60%-on jövedelem. Mi itt nem ezt hívjuk jövedelemnek, hanem mindent jövedelemnek hívunk, ami nem adóra megy el a bevételből. Nyilván, ahogy egyébként feltételezhetően egy vállalkozó is tekint erre. Úgyhogy ezen a kis grafikonon ezt tudják maguknak egyébként megnézni. Jó, több kérdés nem érkezett közben, akkor befejezem az elköszönést, az e-mail címet megadtam. Gyertek webináriumokra, amennyiben szeretnétek megismerni még több funkciót a BioCity-ből. Ugye 4 webináriumunk van, van a kezdő, a haladó, a tippek és trükkök, és van ez az általányadó webinárium. Minden hónapban megvan tartva mind a 4. Teljesen ingyenesek, úgyhogy várom titeket szeretettel rajta. Meg szeretném közbe köszönni, hogy itt voltatok, hogy végighallgattátok, bárkibe bármilyen kérdés maradt volna, akkor ott az e-mail címomon elértek, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!